A szegénység nem azért baj, mert mások gazdagok, és igazságtalanság, hogy némelyek, és csak némelyek szegények, nem pedig mindenki. Bár persze igazságtalanság. A szegénység nem azért baj, mert annak a társadalomnak a vezető szószólói, amely a szegényeket szegényekké teszi, azt mondják, hogy a szegények azért szegények, mert lusták, hanyagok, tehetetlenek. Bár ez sértő ostobaság. A szegénység nem azért baj, mert rettenetesen nehéz kikerülnie belőle valakinek, aki belé született. Még akkor is, ha szerencsés, ügyes, szorgalmas, vastag bőrű és természet fölött ilyen türelmes. Noha pokoli dolog az, ha az igazságtalanság végzet. A szegénység csak ritkán következménye szándékos gonosztetnek, bár előfordul az ilyesmi. Például akkor, amikor valakit faji vagy nemű megkülönböztetéssel kényszerítenek gazdaságilag és társadalmilag hátrányosabb helyzetbe, mint amilyen különbe kijutna neki, ha fehér volna, vagy férfi, vagy heteroszexuális. Ez elfogadhatatlan, ha bár nem ritka büntett. A szegénység, amelynek különféle szintjei vannak, azért olyan szörnyű, mert mindannak a szinte kizárólagos figyelembevételére kényszerít, ami már a gazdagságban se jó. Az élet fizikai oldalára kell így koncentrálni, arra, hogy fázunk, éhesek vagyunk, nincs módunk pihenni, nem lehetünk soha egyedül, unatkoznunk kell, vagy szégyenletes időtöltésre kényszerülünk, mert jobbra nem telik, nem juthat nekünk vonzó partner, szelíd szó, szellem, humor, szépség, változatosság, az öröm ezer fajtája. A testre és az élvezetre koncentrálni kizárólagosan akkor se célszerű, ha az ember gazdag, de hát élvezet és nélkülözés között nagy a különbség. Hajléktalanok és koldusok, segédmunkások és éjjeli őrök többet beszélnek pénzről, árakról és áruminőségről, mint gyárigazgatók és bankelnökök. A szegénység beleveri a szegény ember orrát a makroökonomiába. A szegény embernek nincs módja felülemelkedni az érdekviszonyokon, az evésen, a fűtésen, a világításon, a tető és padló szigetelésen. A szegény embernek, nem úgy, mint a sorok írójának, nem mindegy, mi megy a tévében. Neki nem lehet mindegy, mit ír az ingyenes újság. Nem nézheti le a tülekedő, üvöltöző, magából kikelt tömeget a bevásárlóközpontok árleszállítási tébolyai alkalmával. Én se nézem le, de ez mindegy. A középosztály lenézi az ilyet. A szegény ember nem foghatja be a fülét a köztéri kulturális gagyi elől, hanem akar teljesen lemondani a zenéről. A szegény ember nem adhat más könyvet a gyermekek kezébe, mint az intellektuálisan lezüllött iskola. A szegény embert a viszonyok arra kényszerítik, hogy hajlamaitól és ízlésétől függetlenül elbutuljon, közönséges legyen és ízléstelen, hogy ne törődhessék egyébbel csak a magánügyeivel. Más szóval arra, hogy olyan legyen, mint a társadalom, amely kiszipolyozza, tönkreteszi, gyötri, megveti, miközben belőle él. A szegény ember csak csúnya ruhát viselhet, turkálóból, a kínai piacról. A szegény embernek csak csúnya bútora lehet, csúnya szőnyege, csúnya lámpája, csúnya hamutartója, rémes színű fala vagy tapétája. A szegény ember hőellátását a testében viseli, a szegény ember ma kövér, idomtalan. Hajának nem használ az olcsó sampon, fogának az olcsó fogkrém, illatának az olcsó dezodor, arcbőrének az ipari kigözölgés és az utcai szmog. Erkölcsének nem használ a tömegkultúra, beszédének árt a tévében nyelvtanellenesen a vakogó, szubhumán sztárhulladék, képzelőerejét összerondítja a millió hangszoróból duruzsoló gics. Gyermeke márkás edzőcipőért, márkás jackiért, márkás mobiltelefonért gyilkol. Politikai horizontját betölti a vadállati paranoia, a másik szegény, a másik falu, a másik futballcsapat, és azok iránt, akik talán bűnösek a nyomorában, és a szellemi tönkretételében. A szegény emberhez nem hallatszik el a vigasz, és az ember szeretett szava, épp úgy külön kaszthoz tartozik, mint 4000 éve, bár ez ma nem kötelező, csak általános. Próbálja meg valaki, én próbáltam mai rendszerváltó koromban, azt mondani a szegény embernek Kelet-Európában, hogy demokrácia. Ha túléli az ütlegeket,
megtudhatja, hogy mit érdemel az, aki lelkiismeretlenül csúfolódik a szerencsétlenekkel. A mi társadalmunk ilyeneket mond a szegény embernek. Amíg fiatal vagy, feküdj le minél több emberrel, hisz az élet rövid. Ha vinni akarod valamire, tartsd be a játékszabályokat. Szegd meg a szabályokat, hülye! Ha megszeged, lesittelünk. Ha nem szeged meg, fölfordulsz éhen. Ha fölfordulsz éhen, hülye voltál. Ha paráználkodol, romlott vagy. Ha nem paráználkodol, balek vagy. Fapina. Szórakozz. Ne szórakozz. Dolgozz keményen. Takarékoskodj. Ne takarékoskodj. Élvezz. Ha ki akarsz ebből szabadulni, tanulj. Nem tanulhatsz. Előbb szerezd pénzt. Felelőtlen vagy. Túl korán álltál munkába. Kérjél segélyt. Élősdi vagy. Ne kérj segélyt. Nem tudsz élni a lehetőségeiddel. Vándorolj ki, hazátlan vagy. Ne vándorolj ki, élhetetlen vagy. Élére rakod a garast, anyagias vagy, önző, fukar. Ki segítesz másokat? A családod kárára szórod a kezd. Töltsél ki űrlapokat. Szerezd meg az információkat az interneten, görnyedj, vakoskodj éjjel-nappal, hát ha adódik valami. Pályázzál. Menj el a hivatalba. Jegyeztesd be. Írasd át. Kérelmezzél kedvezőbbet. Kérjél hosszabb határidőt. Kérjél részletfizetési engedményt. Kérjél méltányosságot. Kérelmezd, hogy tekintsenek el az önrészt. Vedd fel a kapcsolatot az illetékessel. Tanulmányozd ki, hol lehet ingyen tanácsot kapni. Hallgasd a szolgáltató rádió műsorokat. Töltsd le az új szabályzatot. Szerezd meg azt a fokozatot. Szerezd meg azt a szakképesítést. Kérjél átképzési segélyt. Kérjél fizetési haladékot. Kérjél engedélyt. Figyelj, hát ha hallasz olcsó vagy ingyenes táborról a gyereknek. Keresd meg az ügyintézőt. Menj el az ügyfélszolgálatra. Menj el tanfolyamra, amelyen elsajátíthatod, hogyan teszel majd jó benyomást a káderesre, azaz HR menedzserre. Menj el pályázatírói tanfolyamra. Menj el fölvételi elbeszélgetés siker tanfolyamra. Váltsd ki a vállalkozói engedélyt. Tanulmányozd a kedvezőbb adómegoldásokat. Vannak jótékonysági egyesületek. Van jogsegélyszolgálat. Van olcsó csempészet fájdalomcsillapító. Van lejárt gyógyszer. Van lejárt élelmiszer. Van csempészet cigaretta. Van feketén árult kannás bor. Légy élelmes. Töltsd ebben az életedet. Spórolj meg 300 forintot. Vegyél akciós kávét. Vegyél akciós könyvet. Vegyél akciós CD-t. Vegyél csíkos műanyag zoknit az utcai árustól. Ne fűts minden szobát. Éges 40-es izzót. Csak egyet ne tegyél. Soha ne emeld föl a tekintetet. Mindig nézd a szürkés barna sarat. Nézd a másik cipőorrát a buszon. A csikket a járda szegény mellett. A töredezett utcakövet. Olvasd az ingyenes reklámújságot az elérhetetlen cuccról, mintha sajtó lenne. Fészkeld be magad az évtizede nem tisztított kabátod szagába. Ne javítasd meg a törött kerítést, tartsál harci kutyát, hát ha végre valaki félni fog tőled. Szeresd a kutyádat, más úgyse szeret viszont. Tegyél bizalmas vallomásokat ismeretlen útitársaidnak a zónázó vonaton, mondjál nekik mindent az aljas rokonaidról. A beteg, telhetetlen, hisztérikus anyádról. Az egyre több pénzt követelő fiadról. Az idióta, korrupt főnöködről. A cigány szomszédról. A pimasz román bevándorlóról neve Etele. A csaló vietnámi árusról a piacon. A nőről, aki rosszul lett az Auchanban. A nőről, akit rajta kaptak a Tesco-ban. A pasasról, aki artikulálatlanul üvöldözött a MediaMarktban. A másik pasasról, aki leborított mindent a pultról a Lidl-ben. A járatritkításról. Ezekről, akik miatt ilyen lassan jár a villamospótló. A hülyékről, a négyes metrójukkal. Akik mindent ellopnak. Vagy ha nem is, teljesen mindegy, nem igaz? Aztán szavazzál. Azokra, akik csak újságot olvasnak az ülésteremben, és mindent megszavaznak, amit a főnökük mond. Vagy szavazzál a többiekre. Akik csak újságot olvasnak az ülésteremben, és semmit nem szavaznak meg, amit a főnökük nem akar. Gyújtsd fel az autókat. Verd agyon, aki fölgyújtja az autódat. Verd agyon azokat, akik agyonverték őket.
Oda se néz. Ne foglalkozz vele. Szórakozzanak az édesanyjukkal. És mindeközben te jártál Petrárkával a Mont Ventoux-n. Hajlott vagy, borostás, köhögsz. Táskádban kenőmájas. Mindez elmúlik majd. Megjön a hév.